Sziasztok! Egy új Twix különlegességgel érkeztünk, a sós karamellás Twix-el, amit most már Magyarországon is lehet kapni, meg is mutatom nektek. Ezen egyébként már magyar nyelven is van információ, tehát hogy ez nem feltétlenül egy importáru. De megnézem, egyébként van a származási hely, vagy nincs rajta. Hát nincs rajta. De ugye igazániból ez most az új íz, ez a sós karamelles. Igazániból ugye korábban eddig új ízként a fehér csokisat láttuk, tehát hogy a Twix azért nem mondanám, hogy nagyon sűrű az újdonságokat, de azért ez egy érdekesség. Most kíváncsi vagyok, hogy lehet-e látni, mert ugye valahol biztos megjelenik a só, most várok kettőt. De nem. Tehát, hogy nem mondanám, hogy így kiszúrjuk rajta. Nem tudom, hogy addig én megkóstolom, amíg te megmutatod. De nem, én sem látok semmi olyat, ami a szokatlantól eltérne a megszokottól. De olyan, ha tetejében, az lehet, hogy morzsa. Aha, igen. Nem, nem só. De finom. Nagyon jól kijön a sós íz, ezt kell mondjam, hogy ez a só olyan, mintha tetején lenne, én úgy érzem egyébként. Az osztjában van. Aha, most egy, igen. És most egy nagyobb keksz darabkában meg is éreztem a sót. Azért, ahogy mondtad, hogy úgy érzed fölül van, elkezdtem úgy, hogy szopogattam a tetejét. De kimondottan jó. Tehát nekem tetszik. Hát, nekem is tetszik. Tehát azt kell mondjam, hogy pincsi. Igen, de érdekes, hogy a sós íz marad meg a végére. Igen. Tehát, hogy határozottan sós ízű lesz a vége. Tehát, hogy... Na jó. Hát így néz ki az új Twix. Ha kíváncsiak vagytok, lesz egy összehasonlításunk mindjárt, amiben kaptunk mi már ilyet egyébként Angliából, és összehasonlítjuk, hogy a Magyarországon kapható sós karamellás Twix és az angliai, azt tényleg mennyire hasonlít egymásra, mert ugye volt már olyan termék, aminél tapasztaltuk, hogy finomabb az, amit... Hát nem finom, hanem ugye a helyi más, ízlés igen, szerint más. De nekünk jobban ízlet, igen. Kövessetek minket a Facebookon, Instán és a YouTube-on. Sziasztok!